Az Újfehér tó és környékén működő civil szervezetek képviselőinek tartott tájékoztatást a Civil Közösségi Szolgáltató Központ megyei operatív igazgatója. Szeptember elején jelentek meg az egyesületeket érintő legújabb pályázati lehetőségek. Október 8-ától pályázhatnak a civilek, lehetőségük lesz működéssegítő és fejlesztési támogatást is igényelniük. Két pályázatos formája van, az úgynevezett egyszerűsített pályázat, amiben maximum 350 ezer forint igényelhető, de ez egy gyorsított eljárással, egy egyszerű formanyomtatványon keresztül, szinte alanyi jogon, amennyiben formailag megfelel a pályázat, folyósítja ezt az alap a civil szervezeteknek, míg a összevont pályázat az egy komolyabb pályázat, szakmai és működési feltételekre lehet ebben is pályázni, viszont itt 3 vagy akár 4 millió forintot is igényelhet a civil szervezet. Újfehérton közel 50 egyesület, 13 alapítvány és egy köztestület működik. Hosszú József polgármester azt mondta, a szervezetek évről évre aktívak a pályázás időszakában is. Újfehérton a civil szervezetek aktívan működnek, több futó pályázatunk is van, amelyben a civil szervezetek megmutathatták magukat, illetve várjuk a NEA-nak a pályázatait, amelyben úgy gondolom, hogy Újfehérton nagyon sokan fognak jelentkezni. Miután idén minden eddiginél nagyobb 10,8 milliárd forintos keretösszegre lehet pályázni, a korábbiaknál is nagyobb érdeklődést vár a térség országgyűlési képviselője. Simon Miklós hangsúlyozta, tavaly közel 40 civil szervezet pályázott sikeresen működés segítő támogatásra, de több millió forintot kaptak eszközbeszerzésre és fejlesztésre is. Az 5000 fő alatti településeken nagy népszerűségnek örvendett a civil szervezeteknek kiírt pályázat. Itt is több mint egy tucat civil szervezet nyert, és emlékeim szerint 70-80 millió forint értékben. A nagyobb településeken pedig a területfejlesztési operatív program jóvoltából a CLLD kiírások segítettek. A korábbi évekhez képest idén már az 5000 főnél nagyobb települések civil szervezetei is pályázhattak, erre újra lehetőségük lesz. A városi civil alapot ezúttal 5 milliárd forintos keretösszeggel hirdették meg.